Az új fogyasztóvédelmi törvény szerint minden hónapban, így télen is leolvassák a vízórák állását. Azokat viszont megfelelő szigeteléssel meg kell védeni a fagyástól, de oly módon, hogy az ne akadályozza a leolvasást. Szabadka területén a fogyasztók 40%-ának van csak szabványosított vízóra aknája. Az ilyenekben nem fenyegeti az órát a fagyás veszély, mert az legalább fél, de általában egy méter mélységben helyezkedik el. Međutim, šahte koje su nepropisane, znači koje nemaju odgovarajuću dubinu, nisu pokrivene adekvatnim poklopcem, trebalo bi svoje vodomere da zaštite sa nekim termoizolacionim materijalom. Ilyen esetben 20-30 cm-nyi sztiroporral, üveggyapottal vagy deszkával kell szigetelni a vízórát úgy, hogy az leolvasáskor könnyen eltávolítható és utána visszarakható legyen. Az akna a fogyasztó tulajdona, így a vízóra épségéért ő maga felel. Amennyiben nem vigyázunk a vízóránkra, és az a tél folyamán mégis szétfagy, a csere költségeit a fogyasztónak kell állnia. Egy vadonatúj standard 3/4-es vízóra 6000 dinárba kerül, plusz a csere, illetve a szerelés költségei. Sokan nem megfelelő módon szigetelik télen a vízórákat, nem tanácsos például rongyokkal, régi ruhákkal betakarni őket, ezeket a tél elmúltával nehéz lefejteni. Valahol telerakják szalmával, meg mindennel, ugye? De valójában az is valamiféle védelem, hogy ne fagyjon meg. Hát főleg az, hogy ne legyen nyitva a sakknak a teteje. Tehát, hogyha nincs is véletlen rendes sakkajtónk, akkor legalább deszkából, vagy bármiből, valamiből illő lenne megpecsinálni, hogy a hideg ne tudjon beáramlani a vízórához. A 95 éves Pályó bácsinak még sohasem fagyott be a vízórája, rendszeresen szigeteli. Először van sztiropol, deszka rajta, le van csukva, és akkor így lemez, plélemez, le van, meg is van festve, az takarja, hogy se eső, se semmi ne bírjon bele menni oda, és megfagyni, nincs lehetőség, hogy megfagyjon. A vízórákat tehát mostantól télen is havonta leolvassák, kivéve ha szélsőségesek az időjárási körülmények, például ha nagyobb mennyiségű hó esik.